Az iskola év kezdetével több tucat lányt nem engedtek be az iskolákba Franciaországban, mivel a tiltás ellenére abaját viseltek. Az oktatási miniszter betiltotta a muszlim nők által viselt ruhadarabot, mert az vallási öltözetnek minősül. Az intézkedés összhangban van a hatályos francia törvénnyel, amely tiltja a vallási szimbólumok nyílt bemutatását az iskolákban. Ennek a tilalomnak nincs jogi alapja, mondja egy párizsi ügyvéd. Ez egy tisztán politikai bejelentés az oktatási minisztérium részéről, ami egybeesett az új tanév kezdetével. Ráadásul egy olyan ruhadarabról van szó, amelyet nem határoztak meg pontosan, és amely nem minősül vallási ruhadarabnak. A tiltás ellenére voltak, akik így indultak az első tanítási napra. Csütörtökön egy középiskolás diákapja azzal fenyegetőzött, hogy megöli a Clermont-Ferrandi gimnázium igazgatóját, mert az intézmény megtagadta a belépést abajába öltözött lányának. A Nemzeti Oktatási Hivatal azonnal feljelentést tett. A férfit előállították és őrizetbe vették.